Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit így vasárnap este a képernyők előtt. Én André Jéger vagyok. Itt emeltem vendégünk, a kép arra készül, hogy lebontsa a szép kis stúdiónkat. Üdvözlőjük Oxkártot. Szervusz! Milyen zenékvel készültél nekünk? Milyen szetet fogunk hallani tőled? Sziasztok! Egy jó kis technoszettel készültem nektek. Mielőtt átadnám neked a pultot, mindenkit arra kérek, hogy itt len iratkozzon föl a YouTube csatornánkra, lájkolja a Facebook oldalunkat, kövessen minket az Instagramon, illetve szóljatok hozzá az adáshoz itt a cseten, és írjátok le a véleményeteket kommentben. A következő egy óra Oxkárté. Hallgassátok! Thank you.
Köszönjük szépen Oxcartnak ezt a brutális szettet, és én nagyon szeretném megköszönni, hogy elfogadtad a meghívásomat. Egy kicsit mesélj magadról, hogyan jött a DJ-skedés, hogyan kezdtél el ebbe a zenébe így belefolyni? Hát az egész úgy kezdődött, hogy nagynenémnek a férje ő DJ-s volt, és láttam ezt a Traktor DJ, Virtual DJ, hogy ez hogy is működik, és nagyon megtetszett, hogy megmondjam az igazat. Először billentyűzet plusz szegér, de az úgy nem volt az igazi. De egy picit abba maradt a sztori, dolgoztunk, tanultunk, család lett, és hát találtam egy nagyon jó kis honlapot, a deathstripping.tv-t, biztos ismerős sok mindenkinek. Persze. És az a világ, ami ott van, az, atya úristen, az nagyon megtetszett. És én azt gondoltam először, hogy Magyarországon nem is nagyon van ilyen. Utána felköltöztünk Pestre, lassan 5 éve, és akkor mentünk Hyper, Bónusz, stb. És van. És akkor elhatároztam, hogy jó, akkor csináljuk. És körülbelül ezelőtt olyan 3 évvel vettem meg az első kontrolleremet, és azt mondták otthon is, hogy elég jó csináljuk, és utána jöttem, és akkor segítség. És jöttetek és segítettetek, úgyhogy tök jó volt. És napról napra egyre jobb is vagy, ezt hallottuk is az előző egy órában. Kik akik inspiráltak téged így a zenében, kik azok, akiket követsz, akiket hallgatsz, előadó, külföldi, magyar esetleg? Külföldről is, magyarról is van elég sok. Elég nehéz volt megtalálni ezt a stílust, amire azt mondod, na igen, ez az enyém. De ez a Pol Group Radio, Warm Up, Oscar Muliro, hát ez igen, ő nekem a példa. De például Jeff Mysék is, amit művelnek, meg a többiek, az le a kalappal. Magyarországról pedig, hát Detektív Kellynek nagyon tetszik a stílusa, ő is szokott itt zenélni, meg Quardelli, ő is, tényleg nagyon jó. Igen, ő is volt itt nálunk. Mik a tervek a jövőre nézve? Vannak valamilyen ambíciók, valamilyen elrugaszkodott álmok, amiket el szeretnél érni? Nyugodtan fejtsd ki, van egy időnk, hallgatunk. Vannak bőven álmok, akár netán, tehát saját klub vagy egy kiadó, de igazából, ahogy néztük a Dance Trippint, hát egy olyan nagy közönség előtt játszani, igazából egy nagy fesztiválon föllépni és tomboljanak és élvezzék az emberek, amit csinálok nekik odafent. Akkor ez egy saját rendezésű rendezvény, vagy inkább egy klubot, vagy ezt hogy képzelted el? Hát először klubban, és hogyha azt látjuk, hogy jönnének vendégek és indulna a buli, akkor netalántán fesztiválba is át lehetne menni. Itt az előbb említetted, most bedobom ezt a kérdést, hogy a stílust, hogy nagyon nehéz volt megtalálni azt a stílust, amit te szeretsz. Mi ez a stílus, amiben te játszol meg, amit te vallasz, hogy akkor ez a te stílusod? Hát inkább ez a... Hát hogy fejezzem ki ezt? Techno, igen. A másik nagy kedvenc pedig az Afterlife, ami ugyanúgy el tud ringatni is. Kicsit ilyen érzelmesebb techno, de mégis ez mégis a sötét vonal. Mindenkitől meg tudom kérdezni, így téged is megkérdezlek, hogy itt a kialakult helyzet miatt neked is biztos felszabadult a szabadidőd, vagy nem tudom, hogy állsz ez hozzá, esetleg a szabadidődben zenével foglalkozol, vagy esetleg valami más hobbit találtál magadnak, vagy egyáltalán van-e szabadidőd felszabadult, amit a Covid alatt így jött? Hál' Istennek nekünk nem okozott olyan nagy problémát a Covid, mert mi az építőiparban dolgozunk, és hál' Istennek van munka, nem álltunk meg. De viszont amikor szabadidőm telte, akkor általában hétvégente szombaton zenéltetek, otthon gyakorolgatás, és ez a kettő, munka és zene. Még egyszer nagyon szeretném megköszönni neked, hogy eljöttél ide az adásba és zenéltél nekünk. Nektek szeretném megköszönni azt, hogy itt voltok velünk vasárnap, és néztetek az adást, és hozzászóltatok, és aktívok voltatok. Következő szerdán Morning Vibes velem és a vendégemmel, és következő héten vasárnap újra a MAF TV lesz, vendégünk lesz Adam Shifty, akkor is tartsatok velünk, de mielőtt kikapcsolnátok az adást, ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornánkra, lájkolni a Facebook oldalainkat, követni minket az Instagramon, valamint szóljatok hozzá és mondjátok el véleményeteket, hogy tetszett a mai adásunk. További kellemes estét kívánunk mindenkinek. Sziasztok, én Andrea Jéger voltam. Sziasztok, hálasztok!